A kiskörös televízióban csütörtökön számoltunk be arról, hogy a kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumának végzős diákjai szerda este pontvárot szerveztek a tanterületen, ahol együtt örültek vagy szomorkodtak az este nyolckor nyilvánosságra hozott idei felsőoktatási felvételi ponthatároknak, melyekre a fiatalok tűkönülve vártak országszerte. Az oktatási hivatal közlése szerint összesen 120.990-en adták be jelentkezésüket az idén szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A jelentkezők száma 5459 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban, de még így is több, mint a korábbi években. Közülük immár második éve több mint 90 ezren jutottak be a magyar felsőoktatásba. Az összegzés szerint tovább növekedett a műszaki, természettudományos, mérnöki, informatikai képzésekre, agrár- és orvos egészségtudományi képzésekre, valamint a tanár- és tanító képzésekre felvettek száma. Az Edulány szakportál azt írja, idén sem sikerült letaszítani a népszerűségi rangsor első helyéről a gazdálkodási és menedzsment szakot, aminek a nappali tagozatos állami ösztöndíjas képzésére összesen 4064-en jelentkeztek. De nagy a verseny a második legnépszerűbb képzésen, pszichológián is, amire 2758-an jelentkeztek állami ösztöndíjas nappali képzési rendben, a lista harmadik helyén szereplő osztatlan jogász képzésre pedig 2409-en jelentkeztek. Minden második egyetemista vidéki egyetemre nyert felvételt. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 10-ből 8 felvett állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait. Akiknek most nem sikerült bejutni a valamely megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30-a és augusztus 7-e között a pót felvételi eljárás keretében ismét jelentkezhet.